Tudom, hogy most azt várják a kedves nézők, hogy az orosz-ukrán háborúról beszélgessünk, és érinteni is fogjuk, de alapvetően menjünk egy kicsit nyugatabbra. Az egyik politikai hobbista műsorban Nógrádi György professzor úr volt a vendég, és Jeszenszky Zsolt megkérdezte tőle, hogy elment-e a németek esze. És a tanár úr megmagyarázta, hogy nem, és kifejtette részletesen. Hát csak nagyon szörmentén tudok egyetérteni az érvelésével, mert szerintem is elment a németek esze. És ön szerint, aki hát a németeket igen-igen jól ismeri, hiszen hol ott élt, hol itt élt. Úgy kezdeném, hogy először is szeretettel köszöntök mindenkit, aki nézi ezt a kis videót. Nem a németeknek ment el az esze, nekik helyén van. Tehát én olvasom például a német kommentelőknek a véleményét újságcikkek alatt, mind maximálisan Magyarország és maximálisan Orbán Viktor mellett állnak. Tehát a magyar véleményt és politikát szeretnék ők is a saját országukban. Itt a politikusokkal van a baj. Nem, az eszük nem ment el, hanem csak egyszerűen behódoltak az Amerikai Egyesült Államok érdekeinek. Tehát létrejött ez az érdekkoalíció, ugye mindegyik párt annyira akarta a hatalmat, hogy összeálltak, tehát összeálltak a zöldek, a szabaddemokraták és a szociáldemokraták, és ebből az lett, hogy kvázi egy ilyen liberális, neomarxista, részben szociáldemokrata érdekeket képviselő kormánykoalíció jött össze Németországba, hogy hívják őket ugye közlekedési lámpakoalíció így a színösszeállításból. És pont az a probléma, hogy a zöldek ugye, akik nem akartak már nukleáris erőműveket. Azt mondták, hogy pacifisták vagyunk, nem kell hadsereg, építsük le a rendőrséget, redukálni minden. Most ők verik a leghamosabban a háborús tamtamot, azért, mert Amerika ezt követeli tőlük. Ugye ők voltak azok, akik mondták, hogy az NDK régen tönkretette több generációnak a tüdejét, mert hogy lignitet, ugye barnaszént használtak energianyeréshez. Most ők mondták, hogy zárjuk be a tiszta nukleáris erőműveket, mert hogy mi történt Fukushimában, és ez nálunk is bármikor megtörténhet. Hogy ne jöhet egy cunami, persze. Mert igen, nem jön se cunami, se pedig nem olyan tektonikus lemezeken fekszik Németország, hogy mint mondjuk most Szíriában és Törökországban, ugye, ahol három lemez is összeér és mozgott a föld. Ez nem jellemző Németországra. Újra elővették a lignitet, és megnézzük ugye, hogy akkor jó, használjunk elektromos autót 2030-tól, mert hogy ez mennyire jó lesz, hát csak ugye már most bejelentették, hogy ezt a hálózat nem fogja bírni, meg honnan annyi áramot. Már most is ugye régebben Lengyelországtól vették az áramot, amit fekete szénnel állítanak elő, hogy az elektromos autókat tölteni tudják, tehát egy ilyen teljesen hipokrita politika van Németországban. És ez mind azért megy, hogy bizonyos politikai érdekeket kiszolgáljanak, és ez jelen pillanatban, hogy az Egyesült Államok, aki belehajszolta az Európai Uniót, így többek között Németországot is ugye ezekbe a szankciókba, amiből lett egy szankciós infláció, ami miatt az emberek már alig bírják kifizetni a rezsit, tehát nagyon sok német kisnyugdíjas, munkanélküli vagy szerény jövedelemmel rendelkező megy a szociális hivatalhoz minden hónapba, és ott kapnak egy rezsitámogatást. Plusz ugye akkor még engedjük be a migránsokat is, de ez most oda vezetett, hogy Berlin egyik legnagyobb kerületében, Neuköllnben, ahol a legnagyobb a migrációs hátterű lakosok aránya, két hétre bezárt a szociális hivatal, mert elfogyott a pénze a kerületnek. Tehát csutkára nincsen, nem tudnak semmit fizetni, se rezsitámogatást az idős embereknek, se pedig a frissen érkezett, vagy ott élő már egy ideje ott lévet szóló migránsoknak, ugye a havi apanást sem tudják kicsengetni. Úgyhogy ilyen gondok vannak Németországgal, és közben az embereknek ugye megpróbálják úgy érzelmileg közel hozni, hogy hát ez a háború, ez egy teljesen morális dolog, tehát itt morálisan kell győzni, az a legfontosabb, és mindent meg kell tenni. Ugye annál, amivel Baerbock meg is jegyezte, hogy nem érdekel, hogy a választók mit akarnak, ő Ukrajnát fogja támogatni, és az is milyen jó dolog, hogy most már nem vagyunk függőek az orosz energiától, hát marha jó dolog, hogy most a németek függőek az amerikai energiától, ami ötször annyiba kerül, ugye az LNG, a csepp folyósított gáz. Úgyhogy megy igazából ez a, ha rendes cunami nincs, de egy hazugság cunami az van, csak az emberek ezt már ugye egyre kevésbé hiszik el, és a közvéleménykutatások is azt mondják, hogy a németeknek most már több mint 50% azt mondja, hogy legyen elég ebből a háborús retorikából, ne szállítson Németország több fegyvert, mert ez csak kiszélesíti a háborút, és a legnagyobb félelme az átlag németeknek az, hogy ki fog törni a harmadik világháború, hogy ez a konfliktus kiszélesedhet. Egyébként tudtommal, bár nem vagyok német szakértő, az alkotmányuk is tiltja azt, hogy fegyvert szállítson. Ez így van.
akkor ezek szerint a német kormány a saját alkotmányukat sérti permanensen? Nem az első alkalom a mindenki házasságával. Ugye a német alkotmányban az is benne van, hogy a házasság az a férfi és a nő szövetsége, amelyből gyerekek születhetnek, tehát ez a család fogalma. De utána jött a mindenki házasság, amit Angela Merkel mondott, hát nem szívesen, de mégiscsak aláíró, ugye, hogy bárki bárkivel házasodhat, tehát kvázi egyneműek vagy transzneműek is, aki kitalálja, hogy nem tudom, mondjuk nem váltó. Minden évben megvan most a lehetőség Németország, hogy egyszer nemet váltas. Elmehetsz az önkormányzathoz, és átírják a szerződést. Évente egyszer, igen. Tehát itt tartunk. Meg akkor házasodhat egy férfi egy másik férfival, vagy egy olyan férfival is, aki nőnek képzeli magát, vagy két nő, hogyha az egyik nő, a másik férfinak gondolja magát, vagy mind a kettő nőnek, mind a kettő férfinek. Tehát határtalanul szabad most már Németország, most már kitört az igazi demokrácia és szexuális téren is. Úgyhogy rossz az irány nagyon, és most szembe mennek ugye azzal az alkotmányos joggal vagy renddel is, hogy nem szállítunk fegyvert háborús vagy polgárháborús övezetbe. Emlékszem, Németországnak mindig ez volt a devizája, nagyon szerettem Németországban azt, hogy valóban, hogy nem oltották a tüzet benzinnel, tehát amikor például Szaúd-Arábia beavatkozott a jemeni polgárháborúba, ugye, ami a síta és a szunita csapatok között tört ki, akkor Németország azonnal állította még a Szaudi Királyságnak is a fegyverszállítás, holott a legerősebb szövetséges a Közel-Keleten és az egyik legnagyobb fegyvervásárló. Ugye az ukrán háború kitörésekor az volt, hogy először csak 5000 darab rohamsisakot szállítunk, utána jött Andriy Melnyik, ugye, aki napi szinten élő műsorban rúgdosta a németeket, ilyeneket mondott, szó szerint idézem élő műsorban, hogy behányok a képmutatásatoktól, kifestitek itt fényjel az épületeket este sárgára és kékre, de fegyvert nem adtok, napár órával később ugye Scholz bejelentett, hogy na jó, akkor küldünk lőszert, utána nem sokkal, akkor küldünk kézilő fegyvereket, utána jött, hogy na akkor küldünk nehéz fegyvereket, önjáró tarackokat, páncélosokat. Tehát lehet látni, hogy sodródunk bele ebbe a háborúba, és nekem is az a félelmem, hogy hasonló effektus lesz, mint ugye Vietnámnál volt, hogy először fegyverek, aztán még más eszközök, akkor kiképzők, tanácsadók, és a végül 52 000 amerikai, nagyrészt 19-20 éves fiatalok haltak meg a fronton, plusz még ne is beszéljünk a rengeteg vietnámi civil áldozatról, meg egyéb katonákról, tehát összesen így nyugati katonák közül körülbelül 280 000 vesztették az életüket ugye Vietnámba, több bombát dobtak le arra szegény országra, mint amennyit ledobtak az egész második világháborúba, akkor az Agent Orange-nek ugye a lomtalanítónak a késői rák okozó hatása, tehát lehet látni, hogy egy háború olyan dinamikát tud venni egy idő után, ami a következményei igazából beláthatatlanok lesznek. Azt hiszem a lejtmenet, az igazából Angela Merkellel alias Fräulein Weser-Fendasszal kezdődött, és azóta, mintha egyre gyorsabb tempóban rohannának az elmebetegség felé. Ugye most már ez a Baerbock, vagy hogy hívják? Baerbock van előre, Baerbock. Igen, a külügyminiszter, hát a diplomáciában példátlan módon bejelentette, mert ő úgy gondolja, hogy az Németország harcban áll Oroszországgal. Háborúban áll, kifejezetten ezt mondta, ami ugye a Kremlből ki is verte a biztosítékot, tehát kvázi, mint a Németország hadat üzent volna ugye Moszkvának. Záharova asszony bele is állt ebbe rögtön, hogy a Kreml szóvivője, de a Nenőr Bérbok utána megpróbálta természetesen úgy a szerecsen mosdatni, ugye nem is így gondolta, csak rossz szófordulatot használt. Jó, persze rossz szófordulat, nyilvánvaló, tehát ezzel azért mindenki tisztában van, csak tényleg nagyon szerencsétlen időpontban, nagyon szerencsétlenül választotta, ez volt a probléma. Amúgy nem a legélesebb kés a fiókban a német politikusok közül, tehát ezt látjuk, amikor ugye ismét egy szerencsétlen mondata volt, hogy 360 fokos fordulatot kellene venni a putyini politikának. Hát ez már megtörtént. Vett is, tehát naponta többször vesz. Hallgatom ugye értelemszerűen a beszédeit, meg a felszólalásai különböző talkshowban. A német nyelvet sem beszéli olyan jól, mint egy egyetemet végzett politikustól azért úgy el tudnék várni. Szóval vannak gondok, és ő Németország top politikusa, tehát itt a baj, és az a probléma, hogy pont ugye a zöldek, meg a szabaddemokraták, akik nagyon nagy nyomást helyeznek Scholz kancellárra,
hogy egyrészt folytassa a merkeli politikát az elhibázott migrációval, hogy mindenkit engedjünk be, mert hogy mi, mint bűnös nemzet, ugye mindenkinek nyitott kapukat kell mutatnunk. A másik pedig az, hogy ezt a háborút ugye Ukrajnának meg kell nyernie, még akkor is, hogyha ennek a levét a német nép vissza meg. Tehát itt vannak a gondok, hogy nem azoknak az érdekeit nézik, akik megválasztották őket, nem annak az államnak az érdekeit nézik, amelyre felesküdtek, hanem amerikai nyomásra egy idegen államnak, vagy azt mondom, két idegen állam háborújával próbálnak valamilyen módon beavatkozni, ami az a németeknek abszolút semmi közé, két szuverén államnak a konfliktusáról van szó. Miért kellene ebbe úgy beleállni, hogy a német emberek rosszabbul éljenek, hogy cégek zárnak be, látni például pékségek nem bírják már ugye a megemelkedett rezsiköltségeket, de ugyanúgy sörfőzdék, italgyárak, fogyóban van például a széndioxid, amivel az üdítőit italokat, meg a sört is dúsítják. Tehát komoly problémák léptek fel a német gazdaságban, de ugyanúgy a német társadalomban is, ugye a migráció miatt. Az emberek már elvesztették a bizalmat a kormányban, a rendőrségben, pont Németországon belül, Berlinben volt az egyik ilyen legkomolyabb 10 000 fővel megrendezett reprezentatív felmérés, hogy az emberek egyszerűen félnek. Tehát nem érzik a közbiztonságot, amit egy demokratikus, normális európai országnak biztosítani kellene a polgárai számára. És hát nem ezzel törődik ugye a politika, hanem Ukrajna, 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 még több fegyver, még több pénz, ugye január 1-e óta havi 500 millió eurót folyósít a német kormány Ukrajnának, amiből Ukrajna ugye fönn tudja tartani magát, úgymond fizetéseket, nyugdíjakat tud fizetni, tehát az állam működtetéséhez szükséges összeget, azt most Németország biztosítja. Ukrajna bejelentette azt is a múlt héten, hogy már a lőszerekért sem tud fizetni, nem mint eddig fizetett volna, tehát most ezt átvállalta Brüsszel, tehát az Európai Unió, ugye, és itt legyünk azzal tisztában, a napi több millió lőszert lőnek el. Tehát én most a kiskereskedelmi árát mondom, most egy 9 mm-es pisztolylőszer az durván belekerül mondjuk valahol, ha nagy tételbe veszem mondjuk 100 és 160 forint között. Ugye sokkal drágább venni mondjuk az AK-47-esnek a lőszere, az már ilyen 200 forint fölött van, hogyha nagy tételbe veszem, de vannak tüzérségi lövedékek, aminek darabja 50 ezer dollárba kerül. Darabja 50 ezer dollár, tehát őrült összegekről beszélünk, és ezt ugye mind álljuk, miközben itt van a magyar határvédelem, amihez nem érkezik pénz, itt vannak a Magyarországnak járó fejlesztési pénzek, vagy ugye a Covid újraépítés miatt szükséges összegek, azokat se kaptuk meg, viszont Ukrajnában, mint egy ilyen feneketlen hordóval lehet beönteni a pénzt, a fegyvereket, amiknek egy része már megjelent a Darknet-en, a fekete piacon, sőt afrikai konfliktus régiókban találtak olyan fegyvereket, amelyet nyugati országok küldtek Ukrajnába, de valahogy hát kontinens tévesztettek. Végül a sok, hát hogy mondjam, nem túl biztató festmény helyzetkép vázolás után. Reménykedhetünk egyáltalán, hogy fordul a dolog? Vagy zuhanunk lefelé a szakadékba, és közben mondjuk, mint a hét mesterlövészben, Krisz, hogy eddig még jó, eddig még jó. Amíg ilyen kormányunk van, addig mi nem zuhanunk. Tehát inkább azt mondom, figyeljük mások zuhanását. Nyilvánvalóan mozdít minket is az Európai Unió, mozdít minket is a NATO, tehát annyira nem vagyunk statikusak, mint kellene. De én azt mondom, hogy meghallgatva például Orbán Viktor miniszterelnök úrnak a mai reggeli interjúját a Kossuth Rádióban, ahol szintén a békéről beszélt, és hogy ennek a háborúnak azért okai is vannak, ennek a háborúnak vannak nyertesei, vannak olyan spekulánsok, mint Soros György és társai. Ott vannak még az NGO-k, meg egy háttérhatalom, akik ugye ütik a háborús tamtamot, hogy Magyarország is ugorjon ebbe bele, de nem fogunk. Tehát Magyarország a béke pártján van, az azonnali tűzszünet pártjánál is, megmondta a miniszterelnök úr, hogy ezt a háborút nem lehet fegyverekkel megnyerni, csak diplomáciával. A NATO is hatalmas és egy erős szövetség, ugyanakkor Oroszország is rendelkezik hihetetlen mennyiségű fegyverrel, katonával és készletekkel, úgyhogy ez egy nagyon pusztító háború, amiben emberek százezrei haltak már meg nagy valószínűséggel meg, és fognak még meghalni, és ez benne a tragikus, hogy egy egész generáció veszik el, fiatal lányok és fiúk, akik előtt az élet állt volna, akiknek most egyetemre kéne járni, vagy dolgozni, menni, randizni, családot alapítani, tervezni a jövőjüket, és nem az, hogy 10-20 évesen pedig meghalni a fronton. Látjuk a kényszersorozásokat, látjuk, hogy olyan embereket visznek el katonának, és küldenek meghalni a frontra, akik az életben nem akartak katonák lenni. Látjuk, hogy magyar honfitársaink Kárpátaljáról ugye ott
fekszenek a hősi halottak között a tömegsírban, úgyhogy ezt a háborút valóban mindenképpen be kell fejezni, és a NATO-nak, az ENSZ-nek, az Európai Uniónak, mindenkinek arra kellene ösztönözni a háborús feleket, hogy leüljenek tárgyalni, legyen egy tűzszünet, amiből egy béketárgyalás kialakul, és nem pedig az, hogy mint az égőházat ugye kerozinnal locsolnám, azzal próbálom eloltani, hiszen minden egyes fegyver, minden egyes lőszer ugye életeket old ki, és kihúzza ezt a háborút.